Az energiaválság miatt kialakult helyzetben számos kihívás áll az önkormányzatok, így a Bátaszékely előtt is. Számos település az intézmények bezárása mellett döntött, mint arról hírtattunk, itt más megoldás született. Maga a Petőfi Sándor Művelődési Ház az év hátralévő részében változatlan nyitvatartással fog működni, továbbiakban is fogadjuk a civil szervezeteket és biztosítjuk számára ezt a közművelődési teret, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy az energiatöblet költséget, illetve két évvégi rendezvény megtartásához szükséges költséget, ez az adventi forgatag és az idősek karácsonya biztosítja majd 2022-ben. A hír nagy megelégedést okozott a civil szervezetek és a házat rendszeresen használók körében, hiszen ez azt jelenti, hogy az évben van helyük programjaik, próbáik megtartására, ami a továbbélésüket is jelenti. Itt van például a legjobb utcai csoport táncegyüttes, akik kényszerből szorultak be a házba, hiszen saját eddigi telephelyük éppen átépítés alatt van. Nagyon örültünk annak, hogy nyitva maradt a ház, mert mi minden nap benn vagyunk, tehát 5 órát a hétig, vagy amikor még 8 óráig is bent foglalkoztatjuk a gyerekeket, és ha esetleg arra került volna sor, hogy bezárunk, nem biztos, hogy lett volna máshol akkora tér, akkora hely, ahova ennyi gyereket be tudok suvasztani. Maradjon továbbra is nyitva a ház, mert sok embert foglalkoztat, rajtunk kívül is nagyon sokan használják a ház a délelőtt is, délután is, és szerintem mások se tudtak volna hova menni. Úgy hallottuk, hogy akiknek be kellett volna fogadni bizonyos csoportokat, ők is a téli időszakban ide szeretnének jönni. Talán akkor bérleti díj fejében biztos, hogy meg lehetne oldani azt is, hogy akkor ők is tudjanak működni. Az idős generáció számára a ház a közösségi életet jelenti. A szépkorúak hetente többször járnak ide, megelőzve az elmagányosodás folyamatát. Összejövünk, hogy találkozunk, hogy lássuk egymást, akár valami programunk is van. Ha nincs, akkor még az is elég, hogy csak találkozunk, hogy beszélgetünk egy kicsit. Nagyon-nagyon hiányozna. Nekünk időseknek az, hogy otthon lenni egyedül, nagyon-nagyon szükség van arra, hogy mi összejöjjünk. És a klubnak a javarésze, özvegyek, asszonyok, inkább már férfi alig van, és a pandémia is elvette azért sok időt, akkor is csak otthon voltunk, és az borzasztó, hogy mindig csak otthon. Szükségünk van az összejövetelre, nagyon. A ház segítségére van a helyi iskolának is, itt tartják rendszeresen az ünnepségeket, de ez a helyszíne például a koncerteknek is, melyek kiegészítik az iskolai oktatást, aminek elmaradását nagyon megsínylené az iskola. Hát egyrészt rengetegszer jövünk és jöttünk is hát a múltban, meg a jövőben is nagyon szeretnénk használni a művelődési házat, mivel az általános iskolában van ugyan egy hatalmas nagy aulánk, ami mégse akkora nagy, hogy például az egész iskola beférjen, illetve az, ha ott tartanánk akár megemlékezéseket, ünnepélyeket, előadásokat, koncerteket, akkor ha például a felső tagozatnak tartunk előadást, ott alsós tantermek vannak, tehát zavarnánk a tanítást. Illetve hát oda-vissza az előadással zavarnánk az alsósokat, illetve az alsósok a jövésmenéssel zavarnák az előadást. Tehát egy olyan a hangulata, az atmoszférája, az teljesen összehasonlíthatatlan egy műfáznak, mint például egy iskolai aulának, ami nagyon jó egy iskolai bulira, egy előadásra még esetleg, de hogy színdarabokat előadni, akár ünnepélyeket, tehát arra kevésbé alkalmas. A Filharmóniával már évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, és minden évben egyre több gyerek, tehát 200-on felüli létszámmal mindig jövünk filharmóniás előadásokra, és hát annak a legmegfelelőbb helyszíne az itt a művelődési ház. Olyan helyszínt nem tudunk biztosítani az iskolában, hogy az olyan szinten élvezhető lenne. És más már a gyereknek a hozzáállása is, ha egy színpadon lát fellépni valakit, mintha igazából az aulában nem látja, mert ott nincsen fölállítható mobil színpadunk, amivel hát egy kicsit azért mégis színháziasabbá tennénk az élményt. Attól művelődési ház, hogy a kultúrának lenne a központja. És összetartó erőt is ad a közösségeknek, tehát az egész városnak is. Ez biztos. Az biztos, hogy a jövő évi működtetés tekintve nincs egyszerű dolga a fenntartónak. Decemberben komoly viták várhatóak arra nézve, elbírja-e a város költségvetése a ház üzemeltetési költségeit.